Szeretettel köszöntök mindenkit, ahogy látom itt a szünetben, mindenki megkóstolta a gyümölcskávét. Mondhatjuk, hogy kulináris élvezeteket nyújtó, de nagyon magas flavonoid tartalmú kis frissítőt. Egyébként ezzel, ami most itt megtörtént itt a szünetben, hogy önök elkortyolgattak egy pohár fruitkafét, talán kijelenthetjük, hogy sokkal több flavonoidot fogyasztottak el ez alatt a pár perc alatt, mint az átlagos magyar populáció mondjuk egy nap leforgása alatt, hogy ez általában úgy is kijelenthető, hiszen itt nagyon sokan fogyasztanak egyébként is flavonoidokat, hogy az itt jelenlévő egyébként a magyar lakosságnak ezt a fajta statisztikáját, de talán azt mondhatjuk, hogy világviszonylatban is ezt a statisztikát növelni tudják. Na most ezzel kapcsolatban van nekem egy jó hírem, hiszen amellett, hogy a flavonoidok ezeknek a növényi komponenseknek a jótékony hatásait élvezhetjük, és élvezzük így, hogy többet flavonoidot fogyasztunk, emellett ezek az anyagok a szervezetünkben hatással vannak más hasznos biokémiai folyamatokra, például a zsírok, zsírsavak metabolizációjára, emésztésére, hasznosulására. És erről lesz most itt egy pár diában, röviden, nagyon röviden tényleg szó. Egy nagyon hosszú előadás anyaga lehetne ez, de nyilván itt nem akarunk most órákat beszélni. Viszont a fő támpontokat, a fő lábait ennek a témának át tudjuk itt tekinteni nagyon gyorsan. A kitekintés először a flavonoidok irányába fog megtörténni, hogy biztosan mindenről szó essen. A Flavi 7 készítmény az egyik zászlós hajója a cégünknek, ami 7 féle vörös gyümölcsnek a felhasználásával készült, magjából, héjából kinyert flavonoid komplex. Gyakorlatilag ez egy ital, ugye mindenki ismeri itt a jelenlévők közül, 100 ml-es üvegcsét tartalmaz, és a fő hatóanyagokat csak a teljes igénye nélkül megjelöljük. Itt olyan polifenolos vegyületeket, flavonoidokat sorolhatunk föl, mint a quercetin, kemperol, apigenin, de egyébként másfajta területről nem is csak flavonoidokat, inkább általában ezek a növényi komponensek azok, amik a hatásokat, amik tulajdoníthatóak ezeknek a flavonoid komplexeknek, gyakorlatilag amik okozzák ezt. A vizsgálataink is ezt mutatják, a nemzetközi irodalmak is erre mutatnak, és most megmutatom azt, hogy mi az, ami várható a magasabb flavonoid fogyasztás eredményeképpen. Az immunrendszerünk erősödni fog. Ezek nagyon erős immunstimulánsok, ezek az anyagok. Több szempontból támogatják a sejteknek, az ilyenfajta sejteknek a működését, a gyorsaságukat is, a különböző kórokozók felismerését is. Aztán itt van egy nagyon erős gyulladás csökkentő hatás, van egy nagyon erős antioxidáns hatásuk is ezeknek a növényi hatóanyagoknak. Ezáltal és egyébként más szempontból daganatellenes hatásúak is, és nagyon jól támogatják a szívvérrendszer működését, többféle szempontból egyébként szintén. Az egyik ilyen például az érfal átjárhatóságának az optimalizálása, a rugalmasságának az optimalizálása, a hajszálerek töredezettségének elkerülése véget, a koleszterin szintnek és a vérlemezkék összetapadásának a gátlása, és hát sorolhatnánk ezt is. De hogy lehet az, hogy ezek a flavonoidok ilyen szerteágazóan jótékony hatásúak számunkra? Hát úgy lehetséges, hogy nagyon sok, nem egyfajta vegyületről beszélünk, nagyon sokan vannak, és valamilyen szempontból mindegyiknek van egy kis speciális tulajdonsága, ami beleillik ezekbe a folyamatokba valahol. És most ezzel kapcsolatban mutatok egy példát. Ez az ábra, bár itt nagyon nehezen olvasható, apró szöveg, de gyorsan el tudom mondani. Ez az ábra a Népegészségügyi Orvostan tankönyvből lett kiollózva. A daganatos megbetegedéseknél egy daganatos sejtállománynak a kialakulása és gyakorlatilag ennek a lefogása a karcinogenezisnek a személyzetű ábrája, ez a daganat kialakulásnak. Onnantól kezdve, hogy az első olyan sejt
kialakul, ami már nem megfelelően működő, nem megfelelő tempóban osztódó sejt például, innentől elkezdve a különböző lépéseken a növekedésnek a gyorsulása, aztán a szaporodás gyorsulása, aztán a különböző, a véráramba való bekerülésnek a képessége és a metasztázis, az átkép képzésnek a képessége alakul ki ezekben a sejtekben. Na most, milyen jó lenne, ha ezekkel nem tehetnénk? Hogyha már véletlenül valamiért bekövetkezett például az első ilyen sejtnek a létrejötte, akkor az már inkább minél kevésbé szaporodjon tovább, vagy könnyebben legyen elpusztítható, vagy esetleg ismerje fel a problémát, és pusztítsa el önmagát, hogy ezzel nem tehetnénk. Hát tehetünk is, és itt az orvostan tankönyvben le vannak írva azok a vegyületek, természetesen itt is a teljes igény nélkül egy pár közülük, amivel lehet tenni az ellen, hogy ez ne történjen meg. És itt mondok egy párat ezek közül, kurkumin, a kurkumában találkozhatunk. Likopinnel hol találkozhatunk? Paradicsomban, így van. Aztán resveratrol, kvercetin, ezek mind-mind a növényekben található flavonoidok, polifenolos vegyületek, ilyen antioxidáns sok, amikről általában a flavonhéjét kapcsán is beszélünk. Aztán vannak például olyan lépések a daganat megelőzésben, amikor a beereződést kellene megakadályozunk, hogy a daganatos sejtállomány ne tudjon például érhálózatot növeszteni maga köré, így aztán nem kap elég tápanyagot, könnyebben betokozóit nem tud annyira áttétet képezni, ez is egy nagyon fontos pontja már a későbbi prevenciós lépéseknek. Hát ezen a területen is fel van sorolva itt egy pár dolog, különböző katechinek, de itt például az epigalló katechin gallát van felsorolva, ami a zöldteának egy nagyon hasznos ilyen polifenolos vegyülete. Itt a kapszaicin, hol találkozhatunk a kapszaicinnel? Paprikában. Erős paprikában, a magyar konyhai fő része. Erre nem térek ki most. De itt is itt a resveratról, az egécig. Tehát vannak olyan flavonoidok, amik ezt a folyamatot visszafelé tudják, gátolni tudják, vagy vissza tudják fordítani. Nagyon fontos információ. És ezért nagyon fontos az, hogy többet flavonoidot fogyasszunk a hétköznapok során. De hát, ahogy mondtam, nem csak erre vannak hatással alapvetően a flavonoidok, hanem hatással vannak a zsírsavaknak az emésztésére, a zsírok, zsírsavak emésztésére, és emiatt létrejött az első olyan készítményünk, ami egyfajta emulziója, egyfajta páros elkészítése a flavonhéjnek, a flavonoidoknak és az omega-3 többszörösen telítetlen zsírsavaknak. Itt nagy dolgot nem árulok el azzal, hiszen a mai nap már volt szó többször erről, hogy itt az omega-3 essence oil az, ami fúzióra lépett, mondhatni, a flavonhéjtel. És akkor most egy kis ismétlés lesz talán már a mai nap elhangzottak köszönhetően az omega-3 zsírsavakról, amit érdemes mindenféleképp megjegyezni, hogy alapvetően eszenciális zsírsavakról beszélünk, tehát táplálékainkkal kell elfogyasztani. És a fő omega-3 zsírsavaknak ezt a hármat szokták megjelölni, itt a teljes nevét nem is kell talán megjegyezni, ala, epa, DHA, így szoktuk nyelvegetni, talán itt könnyebb megjegyezni, mint hogy ilyen hosszú nevekkel. És a növényekben jellemzően az ala van jelen, az EPA, DHA pedig inkább az állati eredetű omega-3 zsírsavaknak tekinthetők. És amit tudni kell még erről, hogy az alfa-linolensav végül a szervezetünkön belül EPA, DHA irányba fog tovább bomlani, és utána ezek fejtik ki végül, ezeknek tulajdonítanak többletjótékony hatást. Tehát aki növényi forrást választ, vagy vegetáriánus, annak a szervezetnek plusz lépéseket kell tenni ahhoz, hogy ugyanezt a jótékony hatást ki tudja élvezni. Igen ám, de vannak ezzel kapcsolatosan jó híreim, nem csak az EPA-DHA metabolizációjával kapcsolatban, hanem az alfa-linolensav metabolizációjával kapcsolatban is. Ha megfelelő mennyiségű omega-3 zsírsavat fogyasztunk, arra számíthatunk, hogy a szívérendszeri területen fejthet ki jótékony hatást, ez a többletmennyiség hatása van a kognitív funkciókra, a
csontjaink, ízületeink egészségére, szemeink egészségére. Erről ugye volt egy-egy példa már a mai napon mindegyikről, valamint támogatják az immunrendszerünknek a működését. Önmagában, ami nagyon fontos, ahogy Szabó is mondta már, a szemetet bepakoljuk az udvarra, mennyi szemetet pakolunk be, mennyit pakolunk ki, azt, hogy végül rend lesz az udvaron, az nagyon fontos mutatója annak, hogy milyen a táplálkozásunk és milyen az életvitelünk. És az omega 3 és omega 6 zsírsav balansz a szervezetünkben sejt szinten mutatja meg ezt a példát. Ugyanis, ha megfelelő az omega 6, omega 3 arány, akkor a sejtbe bejutó tápanyagok könnyebben jutnak be, és az onnan távozandó anyagcsere termékei, kötelező lenne távozni, azok sokkal könnyebben tudnak távozni. Míg az omega 6, omega 3 arány, ha nem megfelelő, akkor ezek a folyamatok, mind a hasznos tápanyagoknak a bejutása, mind a nem kívánatos, mondhatjuk úgy, hogy salakanyagoknak a sejtből való kiürülése nehezebbé válik. Miért fontos ez? Egyrészt a sejt is, mint ahogy a szervezetünket nézzük globálisan, a sejtek összességeként, de a sejtekre is igaz ez, hogy tápanyagokra nagy szükségük van ahhoz, hogy működni tudjanak. Másrészt nem csak a tápanyagokról van itt szó, hanem a sejtjeik kommunikálnak a környezetükkel folyamatosan. Olyan jeleket kapnak, mondok egy példát, osztódj. Kapnak egy ilyen jelet. Erre nekik reagálniuk kell. Ha nem osztódnak, akkor például a sejtgyógyulás lassabban fog végbe menni. Na most ez a jel ugyanígy a sejtek membrán szerkezetén, a külső és belső membrán szerkezetén fog keresztül menni. Végül a DNS-ből egy válaszreakcióként valamilyen információt magából a sejt kijuttatni. Ha ezek a sejt membránok túl sok omega 6-ot tartalmaznak, ezek a folyamatok lassabban fognak végbe menni. Erről ugye volt erős már a mai napon szó. Az omega 6 erősíti a gyulladásos folyamatokat, az omega 3 gátolja a gyulladásos folyamatokat. Ez egyrészt köszönhető ennek a ábrán, amit itt beszéltünk ennek. Másrészt különböző jelátviteli utaknak, amik a sejten belül vannak. Csak ez megérne, ez az egész egy külön több órás oktatási kurzus. De alapvetően, amikor azt mondjuk, hogy ez a gyulladásos válaszreakció nem jó, akkor nem mondunk teljesen igazat, és hogy teljesen tiszta vizet öntsünk a pohárba, az nagyon fontos ez a díja, de konkrétan ez a része, hogy a szövegkárosodás tovaterjedésének, a károsodott szövegrészek eltávolításának és a kórokozók eltávolításának nagyon fontos része az, hogy a szervezet tudjon gyulladásos válaszreakciót adni ezekre a problémákra. Viszont a mai kor embere sajnos ezen bőven túl van. Nem csak ezt a hasznos folyamatot, hanem ezt a folyamatot kontroll nélkül birtokolja, és ez a krónikus gyulladás, ez az ábra is volt már kivetítve, végül szép lassan beszövi magát a hétköznapjainkba, észrevétlenül indulnak az ízületi problémáink, elkezd a cukorszintünk egy picikét növekedni, nem is törődjünk vele először, magas vérnyomás elkezd kialakulni, és hát sorolhatnánk, ezeknek a apró krónikus gyulladásoknak köszönhetően szép lassan, halmozottan elkezdenek ezek a problémák kialakulni. Ez ellen tehetünk az omega 3, omega 6 balansz beállítással, tehát a többlet omega 3 fogyasztásával gyakorlatilag. Aztán van a flavonoidok és az omega zsírsavak között azért jócskán átfedés a hatásterületben. Ezt ugye láthattuk már a kivetített diákon. Az omega zsírsavakról is, ez is volt már ma kivetítve, bebizonyosodott az, hogy elpusztítják a flavonoid, vagyis a daganatos sejteket, akárcsak a flavonoidok. Tehát érdekes ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy az, hogy éppen Petri csészében elpusztítja ezeket a daganatos sejteket, az egy egyedülálló hatás? Hát nyilvánvalóan nem, mert hogyha mondjuk hipokloridot teszünk, Petri csész az is elpusztítja a daganatos sejteket, ami jó az omega 3 zsírsavak kapcsán, hogy az egészséges sejteket viszont ilyen szempontból nem károsítják, nem károsították ezekben a vizsgálatokban, és a lényeg ez, hogy az egészséges megmaradjon, a nem kívánatos pedig elpusztuljon.
És ha itt a daganatos témát nézzük, akkor látható, hogy az 1-3 arány, vagy 3-1, attól függ, honnan nézzük, már növekvő rizikótényezőként számít, például a vastagbélrák kialakulásának kapcsán. És ahogy Szabó úr már említette, hogy bőven 20 fölött van a magyar lakosságnak ez az aránya, hát nem véletlen az, hogy vezető halálokként van, főleg a férfiak körében, de már a hölgyeknél is egyre előre törőbben Magyarországon a vastagbéldaganatoknak a vastagbéldaganatok. És eljutottunk végül oda, hogy miért tehetjük egy lapra a flavonoidokat és az omega-3 zsírsavakat, miért érdemes ezeket együtt fogyasztani, hiszen a célunk, a végső célunkat akkor tudjuk elérni, hogyha ezeket az anyagokat együtt fogyasztjuk, és nem csak az omega-3 fogyasztásra törekszünk, vagy nem csak a flavonoid fogyasztásra. Ez a kijelentés itt már egy kicsit előre vetíti a következő diának a tartalmát. Amíg az omega-3 szintje növekszik, az omega-6 szintje csökken a flavonoidok jelenlétében a szervezetben. De hogy kell ezt elképzelni? Két csoport volt itt, akik csak halolajat fogyasztottak, vagy pedig flavonoidokat is fogyasztottak a halolajjal együtt, és látható, hogy a teljes omega-3 szint magasabb volt azoknál, egyébként minden más ugyanúgy csináltak, magasabb volt azoknál, akik fogyasztottak flavonoidokat a omega-3 zsírsavak mellé, a halolaj mellé, viszont az omega-6 szintjük láthatóan szignifikánsan alacsonyabb volt. És ez egy érdekes dolog, hiszen úgy tűnik, mintha pont azt, amire nekünk szükségünk van, ezt a dolgot erősítenék ugye a flavonoid fogyasztás. Szerencsére van is elérhető flavonoid készítmény, amit nagyon jól meg lehet támogatni, amivel nagyon jól meg lehet támogatni ezeknek a készítményeknek, omega zsírsav készítményeknek a hatását. Aztán ez már előre vetíti, ez a díja azt, hogy ha az omega-3 szint növekszik, az omega-6 pedig csökken, akkor az arányuk is optimálisabb lesz, ugye? És csak halolajat fogyasztóknál ez 0,36-os, végül 0,47-re ment fel, ami itt ebben az esetben egy jó javulást jelent annál csoportnál, akik fogyasztottak flavonoidokat a halolaj mellé. Aztán három kísérlet összevetése az EPA és DHA felszívódására, és látható, hogy a flavonoidok hatására az EPA volt az, ami a legnagyobb mennyiségben szívódott föl. Aztán a koleszterin és triglicerid szintet viszont nem különböztek. Ez érdekes olyan szempontból, hogy ha már a zsírsavak metabolizációja növekszik, akkor jogosan feltételezhetjük azt, hogy például a telített zsíroknak a emésztése is növekszik, ezáltal például a koleszterin szintemnek is növekednie kéne, de a flavonoidokban gazdag étrendnél ez nem így volt. És végül eljutottunk az átlagos magyar fogyasztási mennyiség és a nyugati populációkban történt fogyasztási mennyiséghez, hiszen ezzel is indítottuk itt az előadást, 12 mg per napra becsülik, ugye ez egy becsült érték, mert különbözhet külön attól is, hogy termesztik a gyümölcsöket, mennyi a gyümölcsfogyasztás, stb. De, és itt ugye kijelenthetjük azt, hogy mi ennek a többszörösét elfogyasztottuk most itt a szünetben, hál' Istennek, és nem is esett nehezünkre, hiszen egy nagyon kellemes ízű kis főzetről van szó. És emellett azt kijelenthetjük még, hogy bár 12 mg az átlagos fogyasztási, a napi fogyasztási nyugati populációkban, 100 ml flavinhét ital 4000 mg-ot tartalmaz ezekből a vegyületekből. Tehát, hogyha ezt elfogyasztjuk, de ha csak a 20 ml-t elfogyasztjuk ezeknek, már akkor is nagyon nagy mennyiségű, és a populációt bőven felülmúló mennyiséget fogyasztunk el flavonoidokból. És ugye volt szó arról, hogy az alfa-linolénsav jellemzően az növényi forrású. És a Szabó úr mutatott diagramokat arról, hogy például a lemmagolaj milyen mennyiség omega-3 zsírsav mennyiséggel bír.
Hát ott abban az esetben leginkább az alfa-linolénsavról beszélhetünk, ami további metabolizáció során fejti ki jótékony hatását, egy nehezebben emészthető forma. Viszont ami jó hír, hogy a flavonoidokkal együtt az alfa-linolénsavból több EPA-DHA képződött, a bioszintézise javult, tehát akik inkább növényi olajat fogyasztanak, mert például vegetáriánusok, azoknak elengedhetetlen az, hogy nagyobb mennyiségű flavonoidot is fogyasszanak el ahhoz, hogy végül a megfelelő mennyiségű hasznos omega-3 zsírsavhoz hozzájussanak és segítsék a szervezetüket ennek az aránynak a beállítására. Jelenleg a készítmények közül a 10x50 ml-es az, ami elérhető a Flavin Omega készítmények közül, de van két további előrelépési pontunk. Az 5x100 ml-es és hát majd később a 90x100 ml-es egy elég nagy mennyiségű csomagról beszélünk itt, amely olyan arányban fogja tartalmazni ezeket az anyagokat, 90 ml flavinhéj italban 10 ml omega-3 essence oil lesz benne, valamint a prémium, a flavinhéj omega-3 prémiumban 80 ml flavinhéj mellett 20 ml omega-3 essence oil lesz a készítményben. Ezzel is már nagyon kiválóan tudjuk a szervezetünket támogatni. Nyilván, hogyha nagyon eltolódott ez az értékünk, ez az omega-6, omega-3 balansz, akkor érdemes az omega-3 essence oilt nagyobb mennyiségbe fogyasztani a meghatározott mennyiségekbe, és utána, hogyha ezt ideálissá vált ez az arány, akkor mind a flavinhéj omega-3-mal, mind pedig ezekkel a különböző növényi olajokkal már szinten tudjuk tartani ezt a mennyiséget, ezt az arányt, és itt nem állt meg a dolog. Tehát a mi flavonoid készítményeink ugye nem csak a Flavin 7-ből állnak, hanem Flavin 77, G77, Premium Life és sorolhatnám a komolyabbnál komolyabb összetételeket. Ezért most megmutatnék még egyet, ami a legutóbbi információs napon lett bemutatva, ez pedig a Flavin G77-nek egy ilyen omega zsírsavas kiegészítője. Alapvetően ezen az ilyen nagyon jól látszik az, hogy mi volt az elképzelésünk annak idején a G77 termékek fejlesztésében, és mi volt ezeknek a mozgatórugója, nagyon jól elmagyarázható. A közép-európai humán populáció génjei alapján különböző hasznos anyagok lettek extraónok beletéve a Flavin 77 készítménybe. De hát mit értünk az alatt, hogy gének alapján? Ez is egy érdekes kérdés. Amit látunk különbségeket a képen látható emberek között, bármilyen különbség, testmagasság, hajvastagság, szemszín, bőrszín, ez mind az ő genetikájuknak köszönhető, a génjeikben van leírva. Ezek szemmel látható tulajdonságok. Viszont vannak olyan tulajdonságaik is, amik sajátjuk ugyanúgy, a génjeik vannak oda, de szemmel nem láthatóak, például a különböző megbetegedésekre való hajlam. Ma már nagyon sok olyan vizsgálat van, ami ebbe az irányba mutat, hogy vajon ezeket a különböző civilizációs betegségeket milyen hajlammal örököltük a szüleinktől, és mennyire kell nekünk odafigyelni ezekre a dolgokra. De vajon van-e ennek metszete, aki volt már a G77 előadáson, azt talán tudja is a választ. Láthatunk-e szabad szemmel például betegségre való hajlamot? Van, aki azt mondja igen, van, aki azt mondja nem, ilyet is látok, vagy talán. Na most, akkor én mondok is rögtön egy daganatos megbetegedésre való, szemre való eldöntést. Vajon kinek van nagyobb hajlama a bőrdaganatok kialakulása bármelyik fajtájára? A világos bőrű hölgynek, vagy a sötét bőrű hölgynek? A világos bőrű hölgynek, így van. De végülis szemmel láthatóan meg tudjuk mondani, hogy ő neki a rizikója erre a betegségre magasabb. És mit tesz ő ennek tudatában? Vagy nem megy napra annyira, mint ahogy mennyire mondjuk mások megtehetik, vagy pedig olyan fényvédő faktorra rendelkező fejet kell magára, vagy ilyesmi, tehát mondhatjuk, hogy preventív viselkedik, megelőzi a beteg, tudatában van a
veszélynek és megelőzi a betegséget. Na most ugyanezen az elven építettük föl ezeket a készítményeket, és bár ez egy nagyon csúnya díja, de nagyon könnyen el tudom magyarázni, nagyon könnyen megérthető végül, és itt már szerintem lehet, hogy talán mindenki látta is legalább egyszer fel ezt a diát, hiszen a dohányzással kapcsolatban mindig szeretek egy-egy elrettentő dolgot, vagy érdekességet mondani, hogy miért ne dohányozzon az ember. De amikor elszívunk egy cigarettát, akkor különböző prokarcinogének nevezett anyagok kerülnek a szervezetünkbe, ami a végeredményében daganatkialakulást eredményezhet. Minél több cigarettát szívunk el, annál nagyobb eséllyel. De van erre másfajta hatás is, nem csak a cigaretták száma, hanem van genetikai hatás is. Ismerünk őt, aki egész életében dohányzott és mégse lett tüdőrákos? Igen, vannak ilyen szerencsések, de azért az ördöggel ruletteznek, maradjunk annyiba. Nagyon fontos például a daganatok kialakulásánál a dohányzás esetében az egyes és kettes fázisú metabolizáló enzimeknek a működése. És az egyes, ha jól működik, akkor nagyon sok ilyen reaktív metabolit képződik, és abból nagyon könnyen lesz daganatosság. Ha a kettesek jól működnek, viszont nagyon sokat inaktiválnak ezek közül. Érthető ez így? Sok jön be, akkor sok is megy ki, ha mindkettő jól működik. Na most az szerencsés, akinek ez nem jól működik, ez viszont nagyon jól működik, igaz? Mert akkor kevés jön be, de sok megy ki. Ismét a szemét tárolási dolgokról beszélhetünk. De hogyha ez nagyon gyorsan működik, ez viszont nagyon nehézkesen, akkor sok képződik, de kevés ürül ki, az egy veszélyesebb dolog. Na most a célunk ezekkel a készítményekkel az volt, hogy az ilyenfajta enzimek működését gátoljuk, az ilyenfajta enzimek működését pedig segítsük, és ezzel a szervezetünket segítsük abban, hogy elkerülje a nem kívánatos sejt átalakulásoknak a kialakulását. És itt egy pár darab fel van sorolva, 16 vizsgált ilyen genetikai variánsból, vagy polimorfizmusból, némely a daganatos megbetegedésekért felelős, némely az éremmesztese és érrendszeri problémákért, itt a D-vitamin talán hasznosulás talán egy metszete is ennek, és vannak egyébként is áthatások ezek között a dolgok között. És ezek a készítmények, ahogy a kardió, cito és thymix irányba kilettek fejlesztve, most már omega-3 zsírsavakkal is kilettek egészítve, ami nagyon fontos, már csak a flavonoid hasznosulás, az omega-3 kölcsönösen egymásra ható folyamatai vége is. Köszönöm szépen a figyelmet, jó szívvel ajánlom ezeket a készítményeket mindenkinek. Ezek a készítmények már teljesen alkalmasak arra, hogyha helyreállítottuk már ezt az omega-6 balanszot, omega-3-6 balanszot, akkor utána ezt meg is tartsuk, de nagyon fontos, hogy tartalmaznak minden más olyan növényi komponenst is, amit a szervezetünk nagyon hatékonyan és jótékonyan tud hasznosítani, és ez azért fontos, mert alapvetően nem csak a zsírsav metabolizáció az egészség mozgatórugója, hanem ehhez széles körülbelül nagyon nagy mennyiségbe kell másfajta anyagokat is fogyasztani. Többek között minél nagyobb spektrumban flavonoidokat, bioflavonoidokat, melyekre ezek a készítmények egy nagyon jó megoldást nyújtanak. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönöm előadóinknak a mai estét. Köszönöm a jelenlévőknek, hogy megtiszteltek minket és velünk töltöttek.